Na hát, sziasztok! Üdvözlök mindenkit ebben az igen rendkívül érdekes videóban, meg egy rendkívül érdekes témában, ami már lassan napi téma lesz, sajnos. Ugyanis ez a koronavírus, és ez a maradjatok otthon. Szerintem mindenki hallotta ezt már nem egyszer, nem kétszer. Ugyanis kaptam egy olyan feladatot kedves osztályfőnökömtől, vagyis mindannyian ezt kaptuk, de én ezt így csinálom, hogy csináltam egy fogalmazást. A koronavírus helyzetről ugye, akkor, vagy mi jó, mi nem, ugye ez az otthonlét, hogy mit tudsz csinálni, mit szabad, mit nem szabad, kötelező, nem kötelező, stb. Na szóval. Az egészet azzal kezdeném, hogy én egy olyan ember vagyok, egy olyan fiatal srác, aki egyszerűen egy örök mozgó gyerek, de tényleg, tehát nem bírok 5 percet kb. Ebből a székbe ülni, hogy ne csináljak akármit, kimenni mozogni, vagy a srácokkal hülyéskedni, stb. És hát ugye nem szeretem azt, hogyha valaki nekem megmondja, hogy akkor tehát nem mehetek ki a házból, tehát le vagyok korlátozva, és akkor nem értettem, hogy ez mi. És akkor egyszer csak tudatosult bennem ez az egész, mitől, meddig fajulhat el ez az egész vírus, és amikor ezt megtudtam, leesett az állam. Megpróbáltam magamba tartani, hogy ez az egész, ez egy hülyeség, meg nem lesz itt semmi. Aztán pár hétre rá bejelentették, hogy Magyarországon jelen van a korona. Hát nagyon örültem neki, mit ne mondjak, nem csak én, szerintem nagyon sokan így vagyunk ezzel. Az állam kijelentette minden gyereknek, felnőttnek egyaránt, maradjatok otthon, ugye megint ez a híres nevezetes címszó már lassan. Ez mit is jelent? Mit tudunk ilyenkor tenni? Ez az egész azt jelenti, legalábbis részemről, más szerint nem tudom, hogy gondolkozik. Én inkább félek valamilyen dologtól, amit nem ismerek, mint hogy később rájövök mi ez, és megijedek tőle. Persze, ha tehetem, levegőn vagyok nyilvánvalóan, mert azért bent se jó, egyszerűen levegőkorlát, nem kapok levegőt. De persze nem megyek be nagyvárosba szórakázni, meg ilyenek, mert azért nem lenne jó tényleg ezt a vírust itten hazahozni, elkapni, barátnak odaadni, ha egyáltalán van rá lehetőségem találkozni velük. Ja, meg ugye nem vagyunk, nincs szigorú karantén jelenleg, mert igazából még nem olyan nagyon durva a helyzet, de lehet, hogy ez egyszer, de remélem nem fog ez létrejönni, vagy megalakulni, hogy tényleg házi karantén, és senki nem megy sehova, tehát nagyon szigorúan veszik, ez remélem nem lesz. Ugye alapból bolt, gyógyszertár, posta, meg ide-oda, ügyintézés, vagy valami fontos dolog miatt el lehet menni vásárolni, stb. Vagy, tehát van például olyan ember, akinek olyan munkája van, aki egyszerűen nem maradhat otthon, mert hogyha már dolgozik, akkor nem is mehet nyilvánvalóan haza, tehát akkor csak munka, és akkor nagyon otthon nem. Ja, és ugye, ha tényleg én véletlenül elkapnám ezt a betegséget, nekem ez nagyon szíven ütne, hogyha hazahozom. Van nekem egy 4 éves öcsém, meg egy 3 éves húgom. És hogyha tényleg megtudnám, hogy miattam kapták el, és esetleg valami nagyon komoly lenne. Ja, meg persze az öregebbek, idősebbek, papám, mamám. Imádom őket is, tényleg. Ők a második szüleim körülbelül, anyum meg fater után. Tényleg, hát elég rosszul viselném, hogyha bármi bajuk lenne, főleg, hogyha én hoztam haza ezt a nyüvedéket, amikor ránk fiatalokra annyira nem hat ez az egész. Ja, és ugye ez a vírus miatt ugye az iskolák bezártak, online kell tanulni, ami szerintem igazából annyit tudok mondani, nem tudjuk máshogy megoldani, tehát ezt kell szeretni, ez van. Jó, én sem mindig rajongok érte, néha azért jobb, hogy nem kell 6:30-kor vagy 6:30-kor felkelnem, hogy elérjem a busz, bemenni, bajára, stb. Hanem most csak körülbelül 7:00, 7:30-kor elég nekem felkelni, reggeli, meg minden. De viszont
még mindig jobban szerettem azt előbb felkelni, és akkor menni be bajára, spanokkal találkozni, pacsi, minden izé, hát most meg semmi, tehát ki van halva minden. És ez elég rossz, szerintem, de hát nem véletlen ez a hülye vírus miatt, ugye. És igen, ilyenkor jobban szeretnék suliba járni, és pacsizni ugye a haverokkal. Meg már tényleg azt várom, hogy ez a vírus elpusztuljon, a barátaimmal tudjak újra találkozni. Meg ugye jó kérdés, hogy mikor lesz ennek vége. De szerintem már nagyon sokan várjuk, hogy ez a vírus eltűnjön, vége legyen, és újra a szabadságot érezhessük. Mert ez eléggé kicsit bezárt érzetet kelt, meg kicsit nyomasztó, szerintem. Hát ennyi lett volna ez a videó. Akkor köszönöm, hogy megnézted. Tehát a koronavírus. Ugye ezt kaptuk feladatként, hogy erről írjunk egy fogalmazást, és aki tud és szeretne, az készítsen erről egy videót is. Na már most én úgy döntöttem, hogy elkészítem ezt a videót, és el fogom mondani a saját véleményemet, hogy én hogy gondolkodok erről az egész koronavírus dologról. Most ugye azt kell tudni, hogy ez a vírus nagyon gyorsan terjed, és egy bizonyos kor alatt nem jelent ránk akkora veszélyt, mint a fölött. Arról szeretnék most itt beszélni, hogy mi nekünk, fiataloknak miért is jelent akár nehézséget, vagy pedig gondot, bármi ilyesmit az, hogy itthon maradjunk, hogy hat ránk ez. Tehát, hogy a fiatalok ugye járnak el napi szinten barátok közé bulizni, jól érezni magukat. Na most ez mind megszűnt. Tehát bezártak az iskolák, online tanítás van, nagyon sok munkahely bezárt, csak is a leges, legjelentőségteljesebb munkákban járhatnak el mostanság is a dolgozók, sőt, nekik el kell járni, mert kell az élethez. Tehát ő nélkülük megállna minden. Most itt gondolok az egészségügyre, orvosokra és a hasonlókra. Tehát, hogyha ők nem járnának dolgozni, a mi életünk is megállna. Viszont rengeteg bolt bezárt, minden, tényleg nagyon-nagyon sok minden, és hát ez bizony rossz hatással van az országunkra, és az emberekre is. Ez a járvány azzal jár, hogy egy bizonyos karanténba zártak minket előreláthatatlan időre. És ezt néhány ember nagyon-nagyon rosszul kezeli. Félünk, mivel elhalálozásokról van szó. Tehát ez a betegség attól függetlenül, hogy eleinte mindenki csak egy rossz viccnek gondolta, hogy ez nem olyan komoly, nem lesz ebből akkora gond, baj. Ettől függetlenül igenis elég nagy gond lett belőle. És még ki tudja, hogy hol lesz a vége. Tehát nem tudhatjuk, hogy hol fog ez megállni, és nekünk ebben kell segítenünk, hogy ha nem is megállítani, de lelassítsuk ezt az egészet. Mivel mi fiatalok vagyunk, úgymond többen, ha így gondoljuk, mert hát tény is való, hogy sok fiatal van, és hogyha ők mind kint lennének az utcán, ez a járvány 2-3 nap alatt annyi halálozást hozna össze, hogy ez hihetetlen. És mivel önző az ember, mert önző, tudnunk kell azt, hogy minden embernek a saját családja, a saját érdekei az elsők. És ezt bárki mondja, akkor is így van. Nyilván más ember élete is számít, és a másnak a dolgaival is tisztában vagyunk, hogy most kinek jó, kinek nem, de elsősorban a saját magunkkal fogunk gondolkodni, és arra fogunk olyan dolgokat, ötleteket hozni, ami nekünk jó, és nem másnak.
Na már most, nyilván ez a karantén nem a legjobb ötlet, legalábbis a mi elgondolásunk szerint, viszont hasznos, mivel így a közös találkozások, a társaságok, amik eddig minden egyes nap kint voltak, találkoztak egymással, és érintkeztek a másikkal, ezek megszűntek, legalábbis nagyon azon vagyunk, hogy megszűnjenek. Így a vírus is lelassul. Reménykedünk abban, hogy minél lassabb lesz, és abban is, hogy el is tűnik mi hamarabb. A családomban cukorbetegek is vannak, és nagyon kicsi gyerekek is, akikkel jelenleg is együtt élek. És mivel a cukorbetegekre kifejezetten rossz hatással van ez a vírus, így nyilván én is nagyon félek. Tehát ez a karantén hiába rossz dolog, és hiába érzem magamat bezárva és kellemetlenül, ettől függetlenül betartom a szabályokat, mivel bennem van ez az erős félsz érzés, hogy mi van, hogyha én hozom haza ezt a vírust. Ha bármelyikőjükkel valami gond történik, mi van, hogyha én okoztam? Tehát, hogy nyilván a vírus nem válogat, tehát ilyen téren bárki megkaphatja. Attól függetlenül, hogy rá nem lesz kifejezett veszéllyel, az nem jelenti azt, hogy nem kaphatjuk el. És hát próbálkozok én is, és a környezetemben élők is, hogy minél inkább lecsökkentsük ezt a veszélyhelyzetet, nehogy véletlenül még mi okozzuk bármelyikünk vesztét. Körülbelül szerintem mindent elmondtam. A lényeg annyi lenne, hogy mindenki, aki csak teheti, maradjon otthon, és csökkentsük a vírus terjedését. Köszönöm.